különösen a rezsi problémákkal kapcsolatos fűtési támogatás is. 2018 óta az Zalaapátiban úgynevezett gyermekprémiumot adnak a családoknak a kormányzati nyugdíjprémium mintájára. A támogatás azon gyermekeket nevelő famíliáknak jár, amelyek életvitelszerűen a községben élnek és benyújtották az igényüket. Most a tavalyihoz hasonlóan gyermekenként 20-20 ezer forintot biztosítanak, összesen 116 család mintegy 210 fiataljának, ami több mint 4 millió forintot jelent. A szülőkre bízva, jó belátásokra bízva, hogy mire van szükség. Mert szükség van. Szükség van a gyermekekre és általánosságban a családok részére is. Akár a lakás fenntartása, fűtési költségekre, általános energiaköltségekre is bármivel fordíthatják. Hogy tényleg karácsony egy kicsit talán ilyen szempontból is könnyebb legyen. Zalaapátiban idén módosították, átdolgozták a szociális rendeletet, amelybe bekerült egy új elem, a fél éven át havi 10 000 forintot jelentő fűtési támogatás. A lakásfenntartási dotációt pedig a korábbi összeg duplájára, 4 000 forintról 8 000-re emelték havonta. Ezen túl átmeneti segélyt is biztosít a helyhatóság azoknak, akik krízishelyzetbe kerülnek. Kicsit át kell gondolni az életünket. Mindenféleképpen takarékosabban kellene, hogy éljünk, takarékosabbá tenni az egész életfelfogásunkat, meg a dolgokhoz való hozzáállásunkat, és ezt egy jó pár gazdagabb, fejlődőbb év, tehetősebb év után nehéz lesz, de mindenképpen meg kell tenni, és hát, hogy amennyire tudunk mi magunktól tehető, megpróbálunk segíteni ezen, hogy egy kicsit a családok is másképp fogják fel az életet. Vince Tibor arról is beszélt, jogszabályi változások miatt idéntől már nem adhatnak célzottan a 80 éven felülieknek tűzifát, de az állami programban elnyert 119 köbmétert kiosztják, önkormányzati döntés alapján összesen 60 háztartásnak.